Csütörtökig 39 fok is lehet a maximális hőmérséklet, a hét további részében azonban még melegebb időre is számíthatunk. Térségünkben ismét kánikula uralkodik, napról napra egyre melegebb van. A hétvégén a hőmérséklet elérheti akár a 40 fokot is. Az emberek többsége vízpart mellett, medencén vagy hűs otthonokba próbálják átvészelni a nagy meleget. A palicsi termálmedence megtelt fürdőzőkkel. Az emberek többsége a tikkasztó meleg elől menekült a vízpart mellé. Napközben nem nagyon megyünk ki, bent vagyunk a házba, este felé esetleg. Na most már kijöttünk egy kicsit fürdeni, ennyi. Nagyon meleg van, és akkor itten a víznél egy kicsit jobban érezzük magunkat. A rekkenő hőség megterheli a szervezetünket. Király László már megtapasztalta a kellemetlen tüneteket, azóta óvatosabb. Volt alkalmam már ilyen hőgutaszerűséget, úgyhogy kerüljük ezeket az extrém melegekbe a kintlevést, inkább bent a hűvösben. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy ebben az időszakban fokozottan ügyeljünk egészségünkre. Szabadka területén egyre több esetben riasztják a mentőket. 24 óra alatt 40-szer voltak terepen, mert az emberek nem védekeztek megfelelően a nagy hőségben. Povišenog obima posla u poslednje vreme savjetujemo hroničnim bolesnicima koji osete bol u grudima da ne čekaju da spontano prođe bol, već da se obrate službi hitne medicinske pomoći. U zadnjih nedelju dana u proseku je po jedan pacijent dnevno vožen u Institut za Sremsku Kamenicu, u Institut za kardiovaskularne bolesti Sremske Kamenice zbog stemi infarkta miokarda. De mi a teendő, ha környezetünkben van rosszul valaki a nagy melegben? Tudnom kell, hogy különböző egészségűs, különböző betegség emberek különbözően reagálnak a hőmérséklet változásra ebben a pillanatban, vagyis most aktuális erre hatalmas hőségre. Ha ismeretlenről van szó, akkor a legbiztosabb az, hogy tehát evakuálni, egy hűvös szellős helyre vinni, és amennyiben észnél van, megkínálni vízzel. Ez az első dolog. A legtöbb esetben az emberek alacsony vérnyomásra, fulladásra, illetve általános gyengeségre panaszkodnak. A kánikulában a szokásosnál több folyadékot fogyasszunk, lehetőleg vizet, ásványvizet, teát, illetve levest. Az erős ultraibolyas sugárzás miatt a déli órákban kerüljük a tűző napsütést, húzódjunk árnyékban, ugyanis a hőségbe tűző napon tartózkodva hőgutát is kaphatunk.